Köszöntöm nézőinket! Önök a Trio TV hírmagazinját, a Kiskun Krónikát látják. Főbb témáink címszavakban. Korszerűsítik a jelzőlámpákat Félegyháza belterületén. A ledes fényforrásokkal csökken a működtetés költsége. Április 28-a és május 1-e között forgalomkorlátozásokra kerül sor Félegyháza belterületein. A Kossuth utca egyes szakaszait is lezárják. Lovaglás és tűzoltó bemutatói színesítette a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskola hagyományos mezgés napját. Korszerűsítik a jelzőlámpákat Félegyháza belterületén az 5-ös számú főút mentén. Első ütemben a Bercsényi úti és a Halasi úti csomópontban végzik el a munkálatokat, amely során energiatakarékos, hosszú élettartamú ledes fényforrásokat szerelnek be a lámpatestekbe. A rendszer távvezérléssel működik, a forgalomtól függően ad majd zöldjelzést a közlekedőknek. Ez a Bercsényi utca és az 5-ös számú főút kereszteződése. A szakemberek ebben a csomópontban kezdték el a felújítási munkákat. Az üzemeltetést a Magyar Közút Nonprofit ZRT és Félegyháza önkormányzata közösen látja el. A felújításoknak köszönhetően csökken a működtetés költsége, mivel a korszerű ledes fényforrások kevesebb energiát fogyasztanak. A forgalomirányító jelzőlámpák cseréje miatt sebességkorlátozást is bevezettek az érintett szakaszokon. Fényforrásokat kicserélik ledes fényforrásokra. A mostani izolámpás fények 100 és 60 wattos, tehát a piros az 100-as, a sárga és zöld azok 60 wattos izolámpák voltak. A ledes fényforrások ehhez képest nyilván mindenki által ismerhet töredékét fogják fogyasztani, így az üzemeltetési költségek lényegesen alacsonyabb szintre kerülnek. A felújítás keretében a vezérlőegységeket is kicserélik. A technológia lehetővé teszi, hogy forgalomfüggő legyen a szabályozás. Eddig is üzemelt ez a rendszer, amely figyelte a beérkező forgalmat, és ennek függvényében adott zöldjelzést a közlekedőknek. Az aszfalt gyűrődések miatt azonban előfordult, hogy elszakadtak a vezetékek. Ebben az esetben a forgalomirányítás átváltott fix idejű szabályozásra. A munkálatokkal tehát üzembiztosabb lesz a rendszer. Ezek az aszfalt gyűrődése során elszakadtak időnként, és ilyenkor, amikor szakadást érzékelt a rendszert, akkor átváltott erre a bizonyos fix idejű szabályozásra. Ezeket az elemeket is kicserélik, mágneses érzékelőjű, rádiófrekvenciás jeltovábbítású rendszerekre, ami elvileg sokkal üzembiztosabbá teszi ezt a rendszert, így az áthaladás problémamentesebb lehet ezeken a kereszteződéseken. További felújításokat is terveznek az üzemeltetők, bár még nincs pontos időpont, de rövidesen sor kerülhet a Kossuth utcai, valamint a Bajcsi-Zsilinszky utcai csomópont forgalomirányító jelzőlámpáinak cseréjére is. Mától elérhető a Nemzeti Adó és Vámhivatal mobil alkalmazása, amely az ügyintézésben segíti az ügyfeleit. Az alkalmazással a legfrissebb adózási és vámügyekkel kapcsolatos hírekről lehet értesülni, valamint könnyebbé válik a hivatallal való kapcsolattartás is. Egyszerűen el lehet érni a határátkelők nyitvatartási idejére vonatkozó információkat, valamint navigációs rendszer segítségével az ügyfélszolgálatok elérhetősége is megtekinthető az alkalmazással. További rövid híreink következnek immár képekben is, melyben szó lesz a következő héten életbe lépő forgalomkorlátozásokról, a Városi Könyvtár közönség találkozójáról, valamint a hétvége sporteseményeiről. Április 28-a és május 1-e között forgalomkorlátozásokra kerül sor Félegyháza belterületein. Április 28-án hétfőn az esti óráktól tilos lesz a megállás a Kossuth-Lajos utca, Izsáki út vasútállomás közötti szakaszon és az állomás előtti parkolóban is. Egészen április 29-én az esti órákig a Návai Emlékmű avató ünnepségének végéig. Április 29-én 15 órától 18 óráig teljes lezárásra kerül ez a szakasz a rendezvény miatt. Szintén április 29-én az esti és éjszakai órákban a ballagó középiskolások felvonulására kell számítani a városban. Április 30-án 3:47 és 11 óra között a Kossuth-Lajos utcát teljesen lezárják az 5-ös számú főúttól egészen a vasútállomásig, amelyet a Kész Aréna parkolóján keresztül lehet majd megközelíteni. Május 1-én a Móra Ferenc szobor koszorúzása miatt 13:30 és 14 óra között a Lónyai utca és az Zrínyi utca közötti szakaszon zárják le a Kossuth utcát.
Az ország egyik legkedveltebb írója, újságírója látogatott Félegyházára április 24-én. Schaffer Erzsébet a Petőfi Sándor Városi Könyvtár közönség találkozójának vendége volt. Munkásságáért számos elismerést átvehetett, így például megkapta a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjét. Az olvasó közönség például a Torony iránt, a Pókfonálon, a Temesvári lány és a Szőlővirág illata című művek szerzőjeként ismerheti. Schaffer Erzsébet hosszú idő óta a Nőklapja munkatársa, újságírói pályafutását Pulitzer-díjjal jutalmazták. Vasárnap 17:30-kor rendezik meg a női futszálbajnokság felsőági rájátszásának rangadóját a Kész Arénában. Az Astra Kiskun Félegyházi Bulls ellenfele a második helyen álló Rába Eto lesz. A találkozónak nincs tétje, tekintve, hogy a félegyházi lányok már bebiztosították bajnoki címüket, ráadásul a Magyar Kupát is elhódították ebben a szezonban. A Megye 1-es labdarúgóbajnokság küzdelmei is folytatódnak a hétvégén. Szombaton a 14. helyen álló Hartával játszik a KHTK a Honvéd sporttelepen. A listavezető Hídes Cére nehéz mérkőzés vár, mivel a Tompa lesz az ellenfelük idegenben, így az is elképzelhető, hogy pontot vagy akár pontokat veszít a következő fordulóban a félegyházi csapat bajnoki riválisa. Lovaglás, tűzoltó bemutató, traktorgumi forgatás. Ezek a programok is színesítették a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskola hagyományos mezgés napját, amelyet csütörtökön tartottak meg az intézmény tangazdaságában. Évek óta a Föld napjához kapcsolódva szervezik meg a programot, melynek keretében személygyűjtési akciót is meghirdettek. Több mint 600 tanuló tisztította meg félegyháza közterületeit. A főzőverseny volt az egyik legnépszerűbb program a mezgésnapon, 20 osztály készített ételeket. Sokan lovagoltak, bemutatókat is megtekinthettek a gyerekek, a legbátrabbak pedig traktorgumi forgatásban mérhették össze erejüket. Ez a gumi 264 kg, mégis volt olyan tanuló, aki több mint 20-szor tudta felemelni. Az iskola képzési profilja miatt a környezettudatos nevelés is célja volt a rendezvénynek. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok szemetet össze tudtunk gyűjteni, hisz 600-nál több diák, amikor nekiindul, töretlen lelkesedéssel, akarattal és szándékkal, akkor úgy gondolom, hogy nagyon sokat tud előre mozdítani. Most is úgy történt, tehát nagyon sok zsák szemetet összegyűjtöttek, és utána, mivel iskolánknak egy olyan egyedi adottsága, lehetősége van, hogy saját tangazdasággal rendelkezünk, így itt a tangazdaságban folytatjuk a programokat. A tangazdaságban minden feltétel adott, hogy az iskola tanulói megszerezzék a szükséges gyakorlati ismereteket. Hát itt gyakorlaton jobban így az állattenyésztés és a kertészetet tudjuk elsajátítani. Ugye itt a tangazdaságban ugye a sertésállomány, a lóállomány, a jelen, amivel meg tudunk ismerkedni, gondozhatjuk őket. A gyümölcsösben pedig kapálhatunk, nyomtalaníthatunk, metszhetünk, ilyenek kertészeti ismereteket tudunk elsajátítani. A szakközépiskola erre a tanévre 143 9. évfolyamos diákot tudott fölvenni, ráadásul a létszám az elmúlt időszakban sem csökkent. A tanulók rendszeresen jól szerepelnek a különböző megmérettetéseken, például a szakmacsoportos érettségi tantárgyak versenyén. Az élelmiszeripari szakmacsoport első és a mezőgazdasági szakmacsoportnak a második helyét hoztuk el. Nagyon szépen szerepeltek a pékcukrász tanulóink, a húsipari termékgyártó tanulóink és a lótartó tenyésztő verseny, az pedig most folyik Bábolnán. A mezgésnap ezúttal is jó hangulatban telt, a színes programok nagy sikert arattak a szakközépiskola tanulóinak körében. Kedves nézőink, híradónk végén következzenek ismét fontosabb híreink egy-egy mondatban. Korszerűsítik a jelzőlámpákat Félegyháza belterületén az 5-ös számú főút mentén. Energiatakarékos, hosszú élettartamú ledes fényforrásokat szerelnek be a lámpatestekbe a szakemberek. Április 28-a és május 1-e között forgalomkorlátozásokra kerül sor Félegyháza belterületein. A lezárásokat a Návai emlékmű átadása, a Ballagó középiskolások rendezvénye, valamint a Móra Ferenc szobor koszorúzása teszi indokoltá. Lovaglás és tűzoltó bemutatói színesítette a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakközépiskola mezgés napját, amelyet csütörtökön tartottak meg az intézmény tangazdaságában.
Ez volt a Kis Hun Krónika április 25-én. Maradjanak velünk továbbra is. Híradónk ismétlését 20 órakor, 22 órakor és 23 órakor láthatják, valamint holnap reggel 8 órakor, délben és 18 óra 30 perckor. Friss hírekkel pedig hétfőn 19 órakor jelentkezünk. Addig is, ha tehetik, látogassanak el weboldalunkra, a www.félegyházitv.hu oldalra, ahol könnyedén újra nézhetik korábbi adásainkat, és véleményt formálhatnak tudósításainkról is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Eleinte még többnyire erősen felhős lesz az ég Félegyháza térségében, majd a felhős időszakok mellett már néhány órára a nap is kisüt. Eső zápor kialakulhat. A csapadék mennyisége területi átlagban 2 mm alatt valószínű. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke 12 fok körül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 fok körül alakul.